A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ünnepel a Fehérvár TV, 40 évvel ezelőtt kezdte meg a működését a városban a televízió. Köszöntöm itt a stúdióban Véliregős Dórát, a Fehérvár TV főszerkesztőjét, és Hagymási Andrást, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatóját. Hát, köszönjük a meghívást, és köszöntjük a nézőket. Örülök, hogy itt lehetünk, és ugye 40 évet ünneplünk gyakorlatilag ezen a mai napon. Sok mindenre tudunk így visszaemlékezni, nyilván azért leginkább az elődöket tudjuk, azt gondolom, picit megidézni, hogy milyen is volt az ön munkájuk. Ezzel is kezdeném így a beszélgetést, hogy 40 évvel ezelőtt ti még nem dolgoztatok itt. Ti hallomásból ismeritek azokat, akik létrehozták ezt a tévét, de mit lehet tudni azokról a személyekről, akiknek köszönhető a Városi Tévé, illetve a Fehérvár Tévé? Én azért nézőként emlékszem, hogy 1984-ben nem messze lakva az akkori első stúdiót a Széchenyi utcában, panel lakásban, nálunk volt kábel, úgyhogy mi már az első képújságokat, meg monoszkópokat is láttuk, amikor elindult a kísérleti adás. Az akkori Városi Televízió, mai Fehérvár Televízió jó voltából, úgyhogy nekem vannak személyes élményeim az indulástól, sőt, családi barátunk dolgozott is akkoriban a műszaki háttér megteremtésén az IKV-nál, úgyhogy személyes élményeim is vannak így az akkori történésekről. És abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az akkori szereplők közül nagyon sokakat megismertem az elmúlt 4 évtized során, nem csak itt a Fehérvár Média Centrumnál, hanem korábban is, hiszen például Halász István, aki az egyik első operatőre volt a Városi Televíziónak akkoriban, engem tanítottak Odolányi János főiskolán, amikor oda jártam újságíró kurzusra, úgyhogy így is vannak személyes kapcsolataim az akkori hősökkel, az egykori legendás szereplőkkel. Szerencsére a többségük azért itt van velünk, ismerhetjük őket, beszélgethetünk vele, úgyhogy aki nem itt Fehérváron töltötte a gyermekkorát, vagy akkor még egészen kicsi volt, ő is értesülhet arról, hogy hogy is történt az indulás, és mik voltak az akkori érdekességek, milyen legendák keletkeztek, milyen sztorik vannak, ezeket a mai napig szerencsére van kitől megkérdezni és megtudni. Hogyha neveket kell mondanunk, akkor kik azok a nevek, akik 1984-ben ott voltak és elindították a tévét? Az első kísérleti adás az 1984. május 1-én a munka ünnepén került a tévénézőkhöz. Az adás szerkesztője érdekes módon Kóbor elvtárs volt, aki az akkori pártbizottságnak egy magas rangú tisztviselője volt. Furcsa, hogy én tulajdonképpen a 40 évvel később szinte az ő székében ülök, vagy Dórival együtt, de hát ez így volt. Az adás szerkesztői Móri Erzsébet és Dávid Erzsébet voltak. Az operatőr, és akinek egy nagyon szép városi 10-15 perces kép felvétel sorozata volt, Szent Györgyi Tamás, és a bemondók pedig Nagy Judit és Bobori Zoltán voltak. Így emlékszem, hogy ők voltak a stáblistán, ugye az ő nevük hangzott el stáblistaként az első kísérleti adás végén. De hát nem csak ők voltak, hanem nagyon sokan, hiszen az egykori IKV munkatársai közül a műszaki háttér megteremtésén is dolgoztak nagyon sokan. Ott volt az első percektől Tihanyi Tamás, akinek a nevét azóta a Fejér megyei hírlap hasábjairól is ismerhetjük, de dolgozott korábban a televízióban is. Vagy éppen Nagy Zoltán Péter, aki Dóri elődje volt a Fehérvár TV főszerkesztői székében, ma ő a hírlap főszerkesztője, tehát itt azért voltak mozgások a piacon, de lényeg az, hogy ezek a régi legendás kollégák ma is itt vannak velünk. Mit gondoltak, hogy miért volt annyira fontos 1984-ben, hogy egy képi világ is jelentkezett, ugye nem csak egy rádió indult el, hanem hogy volt egy tévé, ami hát azt hiszem, hogy sok mindent azért meg tudott mutatni itt az itteni kis világból. Nem is feltétlen az volt a fontos szerintem, hogy televízió, hanem az, hogy helyi. Hogy helyi információkat közöljön, hogy helyi embereket mutasson be, hogy a helyi életről tájékoztassa a helyieket. Talán ez fontosabb volt, mint az, hogy képekben dolgozzon. De hát persze azért megvolt az információ,
való vágyakozás az emberekben, és az is fontos volt, hogy a technikát megmutassák, hogy hogyan fejlődik, hogy annak köszönhetően mi minden érhető el, és mi minden látható abban a világban, és hát ez folyamatosan azóta is, ez egy folytonos fejlődés. Pont ahogy mondtad, így a technikát nagyon sok minden változott azóta is, hogy én mondjuk 20 pár évvel ezelőtt kezdtem el itt ugye gyakornokként a munkámat, akkor még ugye kazettára rögzítettünk, még teljesen más volt minden, aztán most ugye már teljesen egy digitális világban vagyunk. Most mi a helyzet egyébként így technikailag a tévénél? Miket használunk? Mennyire fontosak ezek az eszközök, hogy ezek mindig modernek vagy jók legyenek? Én mindig azt mondom, hogy a tartalom a fontos, és az eszköz második. Ezt ne áruljátok el a műszaki kollégáknak. Ennek ellenére azért megint csak vissza kell térnünk 1984-be, amikor az akkori technikáért, műszaki dolgokért felelős Szentgyörgyi Tamás nem az akkori házi videózáshoz használatos VHS rendszert, hanem a Jumatic Lowband rendszert választotta a Városi Televízió alapjául. Ez akkoriban kokomlistán szerepelt, tehát embargos termékek voltak, ennek ellenére sikerült hozzájutnia valahogy az akkori csapatnak, és ez egy óriási lépés volt, hiszen tulajdonképpen művészi igényű képek és hangok szólalhattak meg, és voltak láthatók a Városi Televízióban 1984-ben, nyilván az akkori technológiai színvonalon. Tehát egy nagyon magas lépcsőfokról indult az akkori Városi Televízió. Aztán, hogy teltek az idők, nyilván voltak jobb és kevésbé jó évek a televízió történetében, jobban finanszírozott időszakok, vagy éppen kevésbé szerencsés évek, így a technológia, amit használunk, az hol utolérte a szükséges minimumot, hol elmaradt attól. Én azt gondolom, de Dóri nálam ezt jobban tudja, hogy amivel ma dolgozunk, az bátran vállalható, nem csak az országban a helyi televíziók között, hanem helytállunk az országos tévék szintjén is, hiszen bedolgozunk számos országos televíziónak, és ott azért meg kell ugrani a szintet, és a mi műszaki hátterünk ezt lehetővé teszi. Úgy egyébként, hogy rengeteg olyan hiányosságunk, meg régi eszközünk van, amivel csak a baj van, de azért a kollégák jó voltából és az ügyességüknek, vagy rátermettségüknek köszönhetően majdnem mondtam, hogy miből is építenek várat, de hát tulajdonképpen megoldják azt, hogy a szükséges eszközök rendelkezésre állása mellett az egyéb hiányosságokat áthidalják, és képesek legyenek arra, hogy egy országos televízióknak is megfelelő műszaki színvonalat produkáljanak. Hogyha már itt a technikát kérdezted, azért nekem az egy folyamatos fejtörés, hogy ugye a helyi televíziók és a helyi rádiók azok értékteremtő feladatot végeznek. De hogy ezt az értéket hogyan tudjuk őrizni, te is említetted, hogy VHS-re kezdtetek el dolgozni. Aztán ugye divat volt mindent DVD-re kimenteni, azt gondoltuk, hogy az elég időtálló ahhoz, hogy majd 20 év múlva is vissza tudjunk arról keresni archív felvételeket, ma már tudjuk, hogy ez nem így van. Aztán dolgoztunk merevlemezre, vagy dolgozunk ma is merevlemezre, mentjük ki az anyagokat, de tudjuk, hogy ezek nagyon sérülékeny eszközök. Szóval nekem ez egy örök szívfájdalom és kérdés, hogy hogyan tudjuk azt az értéket, amit nap mint nap előállítani, megőrizni a jövő generációjának számára. Illetve amit a Hagyi említett, hogy hát az eszközeink olykor fejlesztésre szorulnak, olykor meg azért tudunk velük ügyesen dolgozni. Azzal, ahogy fejlődik a technika, meg fejlődik a tudomány, azt látom, hogy a feladatok is átíródnak, és mondjuk egy szerkesztő riporternek már nem feltétlen az a feladata, hogy tartsa azt a mikrofont, ügyesen tartsa, ne remegje meg a keze, hanem elvárás és feladat lesz lassan, vagy már ma is az, hogy egyébként videófelvételt is készítsen, miközben kérdez, és mondjuk azt posztolja is az internetre. Szóval, hogy folyamatosan haladni kell a korral, jó lenne azt időnként megelőzni, de nyilván egyelőre futunk utána. Akkor teljesen elfogadható már mondjuk, hogy a telefonnal készítünk el valamit, és azt is használjuk akár egy híradós anyagban, vagy pedig egy magazinos tartalomban. Azt gondolom, hogy elfogadhatónak elfogadható, de nem szakmai. Tehát szerintem ezt a szakmát nem lehet megspórolni. Hogyha egy olyan felvételt szeretnénk készíteni, ami nem
adott esetben csak egy balesetről szól, hanem a királyi napokat szeretnénk majd 10 év múlva is visszanézni, hogy milyen volt a 24-es évben a királyi napok programsorozat, akkor ezt a munkát és ezt a feladatot nem lehet megspórolni. Azt nem lehet kis okos telefonnal leforgatni. Ahhoz kellenek a kamerák, ahhoz kellenek az operatőrök, akik egy szakmát tanultak és egy szakmát végeznek. Ugye beszélgettünk már egy a kazettákról, most, hogy visszatekintünk erre a 40 évre, nagyon jó megtalálni azokat a régi felvételeket, amiket aztán ugye digitalizálva fel tudunk használni. Hol tart most egyébként így a múltnak a feldolgozása? Most így úgy gondoltam a múlt feldolgozását, hogy tehát a régi felvételeknek a digitalizálását, amit aztán ugye később talán fel lehet tenni, akár egy YouTube-ra, vagy bárhova, hogy bárki elérje. Van egy nagy hiányossága a régi felvételeknek, ez pedig a feliratozás. Ami ma elvárt, hogyha megszólal egy riportalany, akkor szerepeljen ott a neve és a titulusa, ez régen nem volt ilyen egyértelmű. És bizony, ha bár vannak régi munkatársaink, azért már nem mindenki emlékszik rá, hogy az adott felvételen ki szerepel. És úgy digitalizálni valamit, persze a felvételt meg lehet őrizni, de ha nem tudjuk, hogy ki beszél rajta, úgy nehéz. Szóval ez egy nagyon sziszifuszi munka, hosszadalmas, haladunk vele. Van egy kormányzati segítség, vagy egy remény, amit a Helyi Televíziók Országos Egyesületének segítségével talán a Fehérvár Televízió is megkaphat, ez a Nemzeti Archívumban való szereplésünk, vagy az odavaló tartalom mentésünk, úgyhogy ennek a részesei vagyunk, ennek a folyamatnak reméljük, hogy ez a munka majd elindul, és ebbe az archívumban ott szerepelhetnek majd hosszú távon a Fehérvár Televízió által előállított tartalmak is. Van egy ilyen országos törekvés, hogy ezeket a korábban készült felvételeket megőrizzük, de nem könnyű feladat. Ugye már kicsit beszéltél arról, hogy miért is kell, vagy milyennek kell, hogy legyen egy tévé, tehát mi mindent kell közvetítenie. De miért fontos, hogy legyen Székesfehérváron is egy tévé? Ehhez rövid lesz a műsoridőnk. De azért próbáljuk meg. Mert Dórival ugyanúgy látjuk ezt a kérdést, hogy a helyi média, és most a Fehérvár Televízió mellett beszéljünk a szintén születésnapot ünneplő 30 éve működő Vörös Marti Rádióról, de beszélhetünk a Fehérvár Heti Lapról, vagy a Fehérvár Média Centrum online felületeiről. A helyi média feladata az azon túl, hogy tájékoztassa a fehérváriakat a mindennapi dolgokról, hogy értéket őrizzen, értéket mentsen, és maga is értéket teremtsen. És ez a szerkesztőség, ez a csapat, aki velünk dolgozik, ennek a feladatnak meg is felel. Ott vagyunk minden háztartásban. Az emberek kezét fogjuk mindig, főleg ha baj van. Emlékezzünk egy 2013-as rendkívüli hóhelyzetre, vagy éppen a járvány éveire. Hát kiben bízhatnak a fehérváriak, ha nem egy olyan hiteles forrásban, aki valós információkkal szolgálja ki őket. És ez a helyi média jövője, hiszen az óriási nemzetközi média zajban szerencsére senki nem fog foglalkozni nem fog foglalkozni azzal, hogy mi történik Fehérváron. Amikor nemzetközi platformok uralják a kommunikációt, amikor a mesterséges intelligencia fogalmazza a szövegeket, amikor nem tudjuk, hogy milyen politikai vagy üzleti motiváció dönt arról, hogy kinek a szava jut el a nézőhöz, az olvasóhoz vagy a hallgatóhoz, akkor fontos tudni azt, hogy van egy olyan orgánum, ahol megfogható húsvér élő emberek, az utcán velünk szembe jövő fehérváriak fogalmazzák meg gondolataikat és adják tovább az információikat. Ezt nem fogja tudni kivenni a kezünkből semmilyen mesterséges intelligencia. Én ebben látom a helyi média jövőjét. Olyan óriási lesz a médiazaj, amiben nem jut szóhoz egyébként az ilyen kicsi és szűk piacot képviselő szereplő, ezért nem is fog rányomulni semmilyen nemzetközi orgánum, de mi itt vagyunk, tesszük a dolgunkat, és akik kíváncsiak a lakókörnyezetük dolgaira, működésére, a várost vezető politikusok döntéseire, terveire, azoknak mi fogunk tudni információt adni, nem csak most, hanem évtizedek, vagy akár hosszabb időtávon belül is.
mert valakinek beszélni kell arról, hogy mi történik a nyári fesztiválokon, beszélni kell arról, hogy ki nyerte a hétvégi focirangadót, és ezek mi vagyunk, mi fogjuk megszólaltatni annak a focimestnek a gólszerzőjét, mi mondjuk azt majd el, hogy képen ki, hogy játszott a színház előadásában. Na, ezek azok a tartalmak, ami miatt szükség van a helyi médiára. Nyilván nekünk is fejlődni kell, föl kell gyorsulnunk. Tervünk az is, hogy a híradóközpontú napi munkából hírközpontúvá és a gyorsaságot szem előtt tartó televízióvá váljunk, ami elsősorban a napi munka során is az elektronikus média különböző nemzetközi vagy hazai közösségi felületeire dolgozik, mert a gyorsaság az az első, de nyilván az értékeket tartva és a hagyományokat tisztelve a híradó műfajt is meg akarjuk őrizni, hiszen miben vagyunk mi különbek? Hát a szakmaiságban, abban, hogy itt hozzáértő emberek dolgoznak, akik szeretik a városukat, szeretik az itt élő embereket, tenni akarnak értük és segíteni. Ez az az érték, ez az a többlet, amit mi hozzá tudunk tenni ahhoz, ami jelenleg a világban zajlik, és úgy gondolom, hogy Dóri vezetésével erre készen is áll a szerkesztőség. Én bízom benne, hogy ezt nem csak mi látjuk így, hanem a városban nagyon sokan, és lesz lehetőségünk bebizonyítani, hogy igen, ez az irány helyes, és a helyi médiára, a rádióra, a televízióra, az újságra, online felületekre igen is szükség. Az idő nekünk dolgozik, most lehet, hogy ez így furcsán hangzik, de valóban sokan gondolták azt a mobiltelefonok megjelenésével, főleg az okos telefonok megjelenésével, hogy egy fotót elkészíteni, egy videót elkészíteni gyerekjáték. Valóban egy-két perces videót lehet, hogy könnyű megcsinálni, meg azt elkészíteni. Csak kérdés az, hogy, és akkor itt most visszakanyarodok magamhoz, hogyan őrizzük meg. Nem tudom, hogy nálatok hogyan volt, de az én édesanyám minden évben készített egy fotóalbumot a családnak, és abban vissza tudtuk nézni, hogy adott évben mi történt velünk. Amióta megjelentek ezek az okos eszközök, azóta nem készül ilyen fotóalbum. És hogyha véletlen eltűnik az a telefon, vagy lecseréljük, akkor vele veszik több évtizednek a fotógalériája is akár, vagy ugyanígy a videóké. Én azt gondolom, hogy idővel azokat az értékeket, amikről a Hagyi is az imént beszélt, azokat mindenki átgondolja, átértékeli, és visszatérünk azokhoz a hagyományos felületekhez, ahol ezeket az értékeket őrizni tudjuk és őrizzük. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok itt, és egy kicsit tudtunk beszélgetni erről a 40 évről. Még a jövőről annyira talán nem tudtunk többet, de szerintem még majd visszatérünk egy másik beszélgetés keretében. Köszönjük szépen a lehetőséget, és azért, ha itt tartunk és születésnapot ünneplünk, akkor ne feledkezzünk meg azokról a kollégákról, elődeinkről, akik ezt a nagy kalandot, a helyi televíziózást elindították. Őrizzük az emlékét azoknak a kollégáknak, akik már nem lehetnek köztünk. Örüljünk annak, hogy még a legtöbbjükkel, a hétköznapi hősökkel, de számunkra legendás elődökkel van módunk beszélgetni és tanulni tőlük. Meg kell tisztelnünk a mai aktív kollégákat is azzal, hogy megháláljuk és értékeljük a teljesítményüket, az odaadásukat, a lelkesedésüket. És igen, hogy legyen a jövőben is televízió, ahhoz a leendő újságíró generációkat is bíztatnunk kell arra, hogy ez a pálya, ez izgalmas, érdekes, bár lemondásokat követel az embertől, de érdemes vele foglalkozni. Úgyhogy reméljük, hogy lesznek olyanok, akik majd átveszik tőlünk a stafétát. És ha már itt tartunk, nem csak tévés kollégákra lesz szükségünk a jövőbe, hiszen egy másik születésnapot is ugye most ünneplünk, a Vörös Marti Rádió 30. születésnapját, ahol legalább ugyanolyan legendás elődök vannak, akikről érdemes szót ejteni, és szerencsére a többségük ma is velünk van, és itt dolgozik a Fehérvár Média Centrumnál. Én úgy látom, hogy ez a két orgánum, az egykori Városi Televízió, ma a Fehérvár Televízió és a Vörös Marti Rádió mindannyian az elsők egyikeként képeznek egy olyan legendát, nem csak a városban, hanem az országban, akikre igen büszkék lehetünk. Úgyhogy becsüljük meg azokat a kollégákat, akik még itt vannak velünk, akik ezeket a platformokat létrehozták. Örüljünk annak, hogy velük együtt dolgozhatunk, tanuljunk tőlük. Van mit. És adjuk át a tudásunkat azoknak, akik utánunk jönnek. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, most Cserpalkovics András polgármester úr gondolataival folytatjuk a közteret. Maradjanak velünk! 40 éves a Fehérvár TV, jó régóta már a városban jelen van ez a médium. Miért olyan fontos, hogy legyen egy városnak televíziója? Azt hiszem, hogy sok mindent felsorolhatnánk. Kezdjük azzal, hogy mert már olyan természetes, hogy van, hogy itt van velünk, hogy feldolgozza ennek a városnak az eseményeit, történéseit, megszólaltatja azokat az embereket, akik valami miatt a város közössége számára fontosak. És ezáltal egyrészt tájékoztat a MÁ-ban, másrészt archivál, tehát feldolgozza a várost, amit 5-10-20-30-40 év múlva is tudunk, ott van a képanyag, ott van a hanganyag, az óriási értéket ad. Ad egyfajta függetlenséget a helyi közösségnek, hiszen a helyi témákat itt helyben lehet feldolgozni, és egyáltalán ezek a témák sok esetben helyben fontosak. Tehát ha mi magunk ezt nem dolgozzuk föl, ha nekünk nincs egy ilyen médiacentrumunk, ha nincs televíziónk, nincs rádiónk, nincs újságunk, akkor ezt más helyettünk feldolgozni nem fogja, erről tájékoztatást nem fogadni, és ez a bizonyos archívum sem jön létre. És ezért is különösen szép dolog, de szerintem nagyon fontos is, hogy a Városi Televízió 40. és a Vörösmarty Rádió 30. születésnapján megállunk egy pillanatra, köszönetet mondunk mindenkinek, akinek ezekhez az évtizedekhez köze volt, akik ehhez hozzájárultak, azoknak is, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk, de emlékezünk rájuk, és egyúttal beszélünk a helyi nyilvánosság, a helyi média fontosságáról is. Hogyan tudja segíteni a város mondjuk a mostani Fehérvár TV-t? Ugye sokat változott a világ már a 40 év alatt, a technikai fejlődésben is azt gondolom, hogy egy kicsit hát oda kell figyelnünk nekünk is. Ez így van. Ugye a 40 év alatt is nagyon-nagyon jelentős volt az a technológiai változás, ami megtörtént. Ne felejtsük, egy 40 évvel ezelőtt az nem volt természetes, hogy mindenkinek legyen otthon asztali telefonja. Ma meg pár zsebünkben hordunk egy olyan eszközt, ami az akkori legjobb számítógépekhez is sokkal, de sokkal többet tud, és bizonyos szempontból médiaként is viselkedik, legalábbis felület vonatkozásában, hiszen létrejöttek új felületek, közösségi portálok, közösségi médián keresztül megosztó felületek, nagyon-nagyon sok olyan minden, ami ebben a 40 évben, vagy annak a nagy részében nem volt elképzelhető. Nyilván a fenntartónak, a tulajdonosnak is azt kell látnia, hogy ezt segítenie kell, a technológiai fejlődést, a szakemberek képzésének a lehetőségét, és annak a meghallgatását, hogy az itt dolgozó szakemberek mit gondolnak, hogy mi lehet a televízió, mi lehet a rádió következő évtizedekben betöltött szerepe a helyi nyilvánosságban. Az biztos, legalábbis én nem tudom elképzelni, hogy a városnak ne legyen nyilvánossága, azaz kellenek felületek, ahol ez megjelenik, ahol a helyi kérdésekről lehet beszélgetni, lehet vitatkozni, a helyi tágértelembe vett közélet meg tud jelenni, a helyi események feldolgozásra kerülnek, ennek képanyaga jön létre, beszélgetések jönnek létre, amelyek egyébként aztán a jelenen túl a jövőben is használhatók legyenek, hogy azonban ezek milyen felületen, hogyan, mennyiben változtatva a maihoz képest történjenek meg, na ez egy szakmai kérdés, de szerintem a médiacentrumban mind szakmai, mind emberi minőség rendelkezésre áll ahhoz, hogy ennek a egyébként nem kis kihívásnak a médiacentrum meg tudjon felelni. Mi mindenben tudja segíteni a várost ez a médium? Ugye van rádió is, van online felület is, de hát van egy kifejezetten tévés médium is. Nyilván magában a helyi tájékoztatásban, tehát hogy a helyi információk azok helyben jönnek létre, azokat helyben kell feldolgozni, és a helyi közösség tagjait érintik. Azért hozzátéve, hogy magyar viszonylatban nagyvárosként nyilván ez egy agglomerációval együtt értendő, hiszen ezekben a pillanatokban is, akik közlekednek a városban mondjuk, vagy szolgáltatásokat vesznek igénybe, vagy iskolába jöttek, vagy a kórházhoz érkeztek, vagy este eljönnek egy színházi előadásra, vagy egy sporteseményre, azoknak egy része fehérvári, egy része fehérvári, de nem Fehérváron, hanem a környék települései lakik, és az ott élők is szerves egységet képeznek a mi közösségünkkel. Tehát az ő irányukba az információ eljuttatása az nagyon-nagyon fontos. És ez kezdve egy reggeli közlekedési információtól, egy helyi időjáráson keresztül a helyi hírekig, ez mind-mind, ha mi helyben nem hozzuk létre, ha helyben ezt szakemberek nem dolgozzák föl, akkor ezt más helyettünk nem fogja megtenni. És talán lehet még egy fontos szerepe, hogy az országos médiába is be tudja juttatni a város híreit. Ugye amikor 40 évvel ezelőtt a Városi Televízió létrejött, akkor sok
helyen nem létezett ilyen, de ennek az is az oka volt, hogy az akkori közszolgálati televíziónak, a magyar televíziónak vagy rádiónak körzeti stúdiója az viszonylag kevés helyen létezett az országban. Ahol nem létezett ilyen, ott nagyító is alig lehetett megtalálni azokat a híreket, amivel be lehetett kerülni az országos médiába. Ugye azáltal, hogy van egy professzionális médiacentrumunk a jelenben, amik a helyi eseményeket feldolgozza, ezeknek a helyi eseményeknek egy részéből országos esemény is tud válni, hiszen van képanyag, van hanganyag, aminek az eljuttatásával az országos vérkeringésbe is be lehet juttatni egy-egy székesfehérvári információt, egy-egy fehérvári történést, eseményt, vagy éppen egy érdekes személyiséget. És ha innen nézzük, akkor ez egy városmarketing eszköz is. Mit üzen a régi Fehérvár tévéseknek, és mit üzen a mostani Fehérvár tévéseknek? Egyrészt a város közössége nevében szeretnék nekik köszönetet mondani, hiszen csak egy kis momentumot hagy emeljek ki, hogy amikor valakire emlékezni szeretnénk, akár a Városházán, egy szép ünnepségnek a keretében, és ott van lehetőség arra, hogy a médiacentrum segítségével elő tudjunk venni egy fotót, elő tudjunk venni egy beszélgetést, egy műsort, egy híradó felvételt, egy eseményt megörökítő kis dokumentumot, az óriási élményt ad mindig. Én szoktam figyelni, akkor a Városházán, a díszteremben mondjuk egy ilyen ünnepség van, hogy hirtelen csend lesz, és hirtelen mindenki figyeli azt a csodát, hogy mondjuk 20-25-30 évvel ezelőttről előjön egy kép, előjön egy beszélgetés, akár olyan emberekkel, akik ma már nincsenek közöttünk, de ezeken a kép és hanganyagokon keresztül mégis itt vannak közöttünk. És ezért ez a munka nem csak ebben a 40 évben volt fontos, hanem ma is fontos, és holnap is fontos lesz, mindaddig, amíg a nyilvánosságnak van értéke, és nem tudom elképzelni az embereket nyilvánosság nélkül, kommunikáció nélkül, beszélgetések nélkül, azt pedig fel kell dolgozni. Úgyhogy ez köszönet, másrészt pedig kérés, hogy végezzék ezt a munkát a jövőben is. Kedves nézőink, a köztérben a 40 éves Fehérvár TV kapta a főszerepet. Vendégeim voltak itt a stúdióban Véli Regős Dóra, a Fehérvár TV főszerkesztője, és Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatója. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.